Következő napirendünk az Alsóöböl lehetséges strandterületre vonatkozó tájépítészeti tanulmányterv elkészítésére érkezett ajánlatok megvitatása. Azt köszönöm szépen a közreműködést. A idei év még talán a telén vagy a kora tavaszán megjelent egy fölhívás, egy pályázati fölhívás a Magyar Turizmus Ügynökség részéről, hogy az a kormányzati szándék, amelyik egyébként a Dunakanyarról szóló kormányhatározatban is megjelent, az oly módon tudna megvalósulni, hogy Visegrád is egyéb dunakanyari településekkel együtt részt vehetne egy meglévő, és itt hangsúlyozom, hogy meglévő strandok fejlesztésére kiírt pályázaton. A Visegrádi Önkormányzat nem üzemeltet strandot, sajnos Visegrád területén nincsen ilyen. Dunai strandokról beszél, nincsen ilyen. De ezekre az egyeztetésekre minket is nagyon nagy szeretettel hívtak, és erősen hangsúlyozták, hogy nagyon szeretnék a visegrádi strandfejlesztést támogatni. Ugye ennek egyetlen problémája volt, hogy Visegrádon nincsen működőképes strand, és akkor föltérképeztük azt, hogy egyáltalán lehet-e mondjuk idén márciustól, áprilistól június 30-áig bezárólag létrehozható-e egy strand, mert arra volt lehetőség, hogyha ezt meg tudjuk teremteni, tehát létre tudjuk hozni a strandot június 30-áig, akkor ennek a kiépítését tudja támogatni a pályázó. Ebbe akkor nem, ez felelőtlen hazárjáték lett volna be akkor belemenni, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt nem is kezdjük el. Azt jelezték ugyanakkor, hogy akár a meglévő strandok fejlesztésére, akár új strand kialakításra, még tervezési forrás, tervezési feladatokra is várhatóan lesz további forrás, ezt csak mondták, írni nem írták le, de hogy egyébként, ugye tekintettel arra, hogy Visegrád egyébként a kormányhatározatban Dunakanyar nevesítve is van, hogy létrejön Dunaparti strand, erre azért lehet számítani. Azt látjuk, és azt láttuk, hogy azok a felpülések tudtak sikeresen pályázni ezekre a akár a strand fejlesztési pályázatra is, akinek a tavasszal már tulajdonképpen készen volt a tervük. Tehát voltak ott olyan önkormányzatok, akik az őket képviselők által az asztalra kitett tervekkel érkeztek, és hát ők vélhetően sikeres pályázatot is tudtak lebonyolítani. Nekünk ilyen tervünk nem volt, viszont azt gondoljuk, hogy Visegrádon volna igény elsősorban a helyben lakók részéről, és bocsánatot kérek, de másodszorban az ide látogatók részéről, polgármesterként ezt hadd mondjam mindenképpen így, arra, hogy ne kelljen Nabogdányba, vagy Dömösre, vagy még messzebb elmenni azért, hogy valaki buszhasson egyet a Dunában. Tehát ennek a strand kialakításnak nekikezdtünk. Megkerestük a vízügyi igazgatóságot, ezzel kapcsolatban, hogy ők hol látják ezt alkalmasnak, illetve itt a Hintenberger Andrással, illetve tulajdonképpen voltak már megfogalmazott a kormányhatározattal kapcsolatosan voltak fölvetések, hogy mely szakaszokon lenne lehetőség, vagy kellene elkezdeni ezt megtervezni. Ezzel kapcsolatban jutottunk el, emlékem szerint ez is volt egyébként talán fejlesztési bizottság előtt, hogy igen, akkor induljunk el abba az irányba, hogy egyre szűkítve, mert azt volt 4 vagy 5 olyan terület, amelyik első körben alkalmasnak tűnt, ezt leszűkítettük egyre, illetve valójában ez ugye 2, és arra kértünk tervezési ajánlatokat, hogy ezt a 2 területet vizsgálja meg tájépítészeti és jogi szempontból egy arra alkalmas tájépítész iroda. Ebből 3-at is megkerestünk, itt most mind a 3-an adtak ajánlatot, és hogy mire? A sportpályához közel lévő 2 területre, tehát az egyik a Alsóöböl alsó szakasza, illetve a
erre nem tudom, az Apátkúti patak fölött található ligetes területre vonatkozóan a strand megvalósíthatóságának lehetőségeire kértük az ajánlatokat, és erre kaptunk is. A három ajánlat közül a Pagony Táj és Kertépítész Iroda ajánlata a legkedvezőbb pénzügyi értelemben, egyéb iránt teljes, és talán mellettük szól az is, hogy a Magyar Turizmus Ügynökséggel együttműködve ez az építés iroda készítette el a Dunai strandoknak egyfajta karaktertervét, illetve egyéb kérdésekben is, hogy az MTÜ-vel együtt szoktak ők működni. Ez a legalacsonyabb ajánlati ár, ez egyébként 2,3 millió forint plusz áfa, tehát ez bruttó 2 921 ezer forint. Ezért tulajdonképpen lesz egy olyan, ha elfogadja a képviselőtestet és szerződni tudunk, akkor ez év nagyjából ez is őszére, ha jól emlékszem itt a kiegészítő tájékoztatás szerint, lesz egy olyan koncepcióterv, ami alapján akár a továbbtervezést, akár az időközben esetlegesen meginduló tervezésre vonatkozó pályázaton részt lehet venni. Ja, ez esetben, ha kiíródik ez a pályázat, akkor ez a előzetesen elvégzett munka, illetve annak a költsége elszámolható benne. Mindezekért javaslom, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselőtestület, és kezdjük meg ezt a munkát. Van-e kérdés, hozzászólás? Parancsol. A gát közelsége akadálya az orvosokból bentétesítendő strandnak, illetve az ügy az a patak fölötti ellenállt. A vízügy elsősorban javasolta az alsóiből alsó szakaszát, és tekintettel arra, hogy ott épp a vízügy kötelezett, nagyvízi mederkezelési terv nyomán a vízügyi igazgatóság kötelezte az önkormányzatot arra, hogy 10 méterrel tegye beljebb a földművet, ezért ott kialakul egy olyan terület, amely ugyan focipálya nem lesz a gát és a strand között, de szerencsére pont a gát másik oldalán pont van egy, tehát hogy erre nincs is szükség talán. Tehát, hogy egyébként elég, Visegrádnak egyébként elég érdekes, hogy van vagy 9 méter, vagy 9 kilométernyi Dunapart szakasza, és nagyon nehéz volt. Mennyi? 3? 12? Akkor bocsánat, elnézést, akkor még több. Tehát 12 kilométernyi szakaszon, hát azért elég nehéz volt találni olyan területet, amelyik legalább így félig laikus szemmel alkalmasnak tűnik. A másik viszont valóban, tehát ezt a területet a vízügyi igazgatóság kifejezetten javasolta, mert mi azt kérdeztük, hogy mondják már meg, hogy szerintük hol lehetne, nyilván voltak felvetéseink, ezt kifejezetten javasolta. A másikat valóban nem, viszont ő arra hivatkozott, hogy az a vízművét nem vízművét terület, ami viszont a Pagony ajánlata meg a többi is persze tartalmaz egy olyan jogi közreműködő, tehát egy jogászi vízjogi szakjogász közreműködését is, amelyik, hát ha úgy mondjam, vitatni fogja, vagy vitatni hivatott a vízügyi igazgatóságnak ezt az álláspontját, tekintettel arra, hogy az egy nem aktív kútnak a védtávolsága. Ráadásul ugye mellette elmegy egy patak, elmegy egy 11-es út, védtávolságon belül épült egy szálloda, meg még egy, fölépült egy árvízvédelmi beruházás, tehát ehhez képest mondjuk egy szabadvízi... Olajszennyeződés. Igen, és ott van, mondjuk az folyásirányban lejjebb, ott van egy révállomás, tehát hogy ehhez képest mondjuk nehezen érthető, hogy vajon, nem tudom én, az odaérkező kerékpárok képoznak biztonsági kockázatot, vagy netán a napolaj, amit magára kellene esetleg valaki ott. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek érdemes azért némi kérdésfeltevéssel újra neki menni. Ezt tartalmazza a tervezési ajánlat. Én nem tudom, az alsó részben hirtelen négy van, tudod? Nem. Most töltődés. Már sem beletődik. 20-30. És a vízminőség? A vízminőséget a töltődés. A vízminőség az ugye a...
Nem, hát az öblök vízminőségével kapcsolatosan korábban. Egyértelmű, hogy nem az öblökről van szó, hanem az öblök alatti. Az öblök befolyásolja az öblök alatti részt esetleg. Igen, de tehát olyan szakaszról van, ahol van vízmozgás, és ahol van vízmozgás, ott a vízminőség az jó. A lentebbi területen ott valószínűleg magától értődően jó, a föntebbi területen sem volt, erre csak azt tudom mondani, hogy sem a vízügyi igazgatóságnak, sem más hatóságnak nem volt olyan észrevétele, hogy gyerekeket ott ezzel baj lesz. Az egyébként, tehát vízminőséget ezt egyébként majd vizsgálni kell természetesen. Ezt az előtt, hogy elkezdjük ezeket megnézni, vagy utána? Nem, azt szerintem utána. Azt folyamatosan vannak szerintem vízkivételi pontok, és azok szerint, ha kizárt lenne, akkor gondolom, mert nem ajánlották volna. Hát mondjuk a vízügyi, az amelyik problémás lehet, az az alsóbbból alja, és azt mondom, a vízügyi igazgatóság, akinek nyilván ezek az információk, ő engedi az összes adat, birtokában van, tehát ott ezt, ő mondom, azt a területet javasolta kifejezetten. Vízügyi, meden oldali szempontból. Azért szerintem nem egy olyan nagy összeg, hogy vízmintát. Nincsenek, semmilyen akadálya nincs. Ez egy kérdés ér meg összességében, mert ugye a vízügynek ezeknél, mivel a környéken is vannak működő strandok, ugye nekik ahhoz képest már kellett minőséget mérni. Tehát ez lehet, hogy benn vagyunk az általuk javasolt két helyszínben van abban a hatósugárban, ami az adott vízkivételi vagy vízminőségvizsgálati ponthoz képest. Tehát gondolom, hogy nem voltak már bocsánat annyira felelőtlenek, hogy olyat ajánljanak, ami nem bemért szakaszonban. Ő csak azt nézte, hogy ne hát a ők... területen, ahol kiveszem a vizet, hanem följön, ahol még elmény. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen vízminőségvizsgálat ezzel a munkával párhuzamosan ez megtörténhet, ennek semmi akadálya nincs. Parancsolj! Azt szeretném közelem, egy valósatot lenni, hogy beszélhetőszintén, lenne akadálya annak, hogy ezt megszavazunk, de egy vízpintal vizsgálatot kérnénk tudatos helyről, és akkor aktiválódna a szerződés, tehát akkor éppen hatályban. Tehát megszólítják. Tehát abban az esetben, hogyha nem zárja, tehát egy vízminőség vizsgálat nem mondja azt, hogy gyerekek itt rossz a vízminőség, tehát értem. Nincs akadálya. Valószínűleg bármilyen van itt, hogy egy vízminőség. Nem tudom, mennyi idő egy ilyen vízminőség vizsgálat, de gondolom az. 30 nap. Biztos nem több. Jó. Szóval nekem nem egy olyan most. De mondom, az is lehet, hogy megvan az adat a vízügynek. Én azt gondolom, hogy... Jó. Jó, tehát hogy gyakorlatilag akkor én megfogalmaznám, hogy lehet a... Elnézést, hogy... Akkor én úgy fogalmaznám meg, hogy a Bártva István képviselő úr fölvetése nyomán a határozat kiegészülne egy, nem tudom én, második ponttal, hogy abban az esetben írható áll a szerződést, és bízza meg az önkormányzat a terv elkészítésével a Pagony tájépítési irodát, amennyiben van rendelkezésre áll egy olyan vízminőséget vizsgáló dokumentum, amelyik egyébként nem lehetetleníti el. A strand megnyitását. Igen, a strand megnyitását. Jó? Azt van-e? Szóval, hogyha megkérdezzük a vízügyet, és azt mondja, hogy lehet, hogy azt írásban. Írásban adták. Ezt írásban adták. Írásban adták. Tehát ők nem biztos, hogy... Tehát ez megtörtént. Nem az, csak hogy ha megkérdezik, hogy igen, jó, nem. Írásban írják le, hogyha esetleg mégis valami van, akkor tudjunk kire hivatkozni. Csak kérdezik. 2019. augusztus 6-án, 7-én is imád megírják, hogyha mondjuk fölöttek, így van egy szarszállító muszáj, és te leszel egy cikmekáriában, semmi nem lesz. Igen, csak erre mondom azt, hogy vélhetően, mivel ugye alattunk is van működő Dunaparti strand, fölöttünk is van, és ezeket a vízminőségi vizsgálatokat rendszeresen nem kell végezni, és ennek van egy hatósugara. De folyázunk. De fölöttünk is megvan, tehát erre mondom azt, tehát, hogy ez a vizsgálat megvan, lehet, hogy van nekik érvényes mérésük, ezeket időszakonként végzik. Egyébként az utóbbi 10 évben mennek a szabad strandok, és mindenhol azt olvasom, hogy javul a vízminőség, de pont azért. Hát olyanról nem nagyon hallottál, hogy vízminőség miatt bezártak volna a strandot, vagy nem nyit volna meg, vagy ilyesmi. Mostanában. Jó. Van-e még kérdés hozzá? Parancsolj. Én nem hiszem, hogy minden település, aki a Duna mellett van, előre megcsinál ilyen tanulmányokat, megvárják, míg kiírják a pályázatot, és akkor gyorsan meg kell. Lehet, hogy előny,
de lehet, hogy bukunk ebben meg ilyen 3 millió forintot, és nem lesz soha strandnak, és másik, hogy megvárnám még a gárdnak ott a dolgai elrendeződnek, hogy milyen lesz, hogy lesz, be lehet menni azon, tudunk-e oda menni egyáltalán. Én mindenképpen várnák azt, hogy a pályázat ki nem írják ebben hatásban. Azt igen, hogy kérdezem meg, hogy a gátra onnantól kezdve, akkor bárki bármivel rámehet, a gát azon az oldalán mindenhol lehet csinálni WC-t, vagy bármit? Nem. Akkor ott az egy olyan szabadság lesz, ahol se. Ott van egy, hát nem, ott, hát ugye lesz a sportpálya és a sportpályáról a Dunapart felé lesz egy árvízkapu, tehát ahol át lehet menni, tehát nem föltétlen kell átmenni a gáton, de egyébként nem tilos, tehát át lehet menni a gáton is. Az biztos, hogy a vízi oldalán, tehát a gátnak a vízi oldalán, az biztos, hogy ott állandó ilyesféle infrastruktúra nem építhető ki. Az, azt jelenti, az a sportpályának az infrastruktúrájára épül a strand. Akkor baj van? Nyitva lesz. Nyitva. Hát, mit tudom én, a Bogdányi strandon is addig van WC, ami nyitva van a büfé. Tehát ez a Nagymaroson is így működik, ami nyitva van a büfé, addig van. Jó, akkor, tehát ez egy másik kérdés, hogy ezt az infrastruktúrát biztosítani kell. Az azt jelenti, hogy a gátban benne lesz egy kapu? Lesz egy árvízkapu. Oh, igen. A gát úgy van tervezve, hogy van benne egy árvízkapu. A nagyjából ott, ahol a mostani a sportpályának a kapuja van, nagyjából azzal. Tehát azzal szemben. Csomózás. A tájépítészetben érdekel engem, hogy elvégben 10-10 méterre semmilyen dolog nem állhat ki. Mit fognak tervezni? Tehát most abban 10 méterben lesz a strand, ami védő távolság. Mit fogod tervezni? Az, hogy például az, hogy hogyan, de a strand kijelölést azt meg kell tervezni. Tehát, hogy hol lesz a strandod. Az, hogy igen. Tehát most, mert milyen tájépítészeti dolgok lesznek ott, hogy 10 méter, abban 10 méterben lesz, ami egy védő sár, tehát abban nem állok ki sem. Hát műtárgy nem, de magát a műtárgy, tehát nem állhat ott ház, nyilván nem lehet ott, nem lehet fát ültetni, egyebeket, de azt meg lehet határozni, hogy meddig tart a strand, és ugye ez nem csak az alsóbőlre vonatkozik, hanem a másik területre is, ahol egyébként szintén nem létesíthető például WC, állandó WC, de se, meg egyébként sem, mert az árterület, tehát az ugye a medernek a része, tehát a mederben nem is lehet építményt elhelyezni, de azt meg ki lehet tenni, hogy hova lehet mondjuk egy mobil eszközöket elhelyezni, melyik az a terület, ahogy hol közelíted meg, hol mész át, hol, tehát ezek tervezési kérdések. De úgy van, hogy tervezést nem érnek. Tehát pont az a tervezés, hogy például tervezés nincs benne, az nem tartalma. Tehát tájépített, a tartalma, akkor felolvasom a tartalmát, de nyilván ismeri mindenki. Tájépítészeti vizsgálatot, ez egy elég tág fogalom, strandhasznosítás lehetőségét, a Dunai strandok arcolati kézikönyvéhez való megfelelés, strandfejlesztés vízügyi vonatkozási vízügyi szakkörhez bevonásával, strandfejlesztés megvalósítási feladatainak meghatározása, tervezői költségbecslés. Tehát ez egy előzetes megvalósíthatósági tanulmánynak tekinthető körülbelül. Azt kérdezem, hogy a lent, ahogy megyünk föl a Magyarországon, ott lenne az a szakaszon, azt nem jelölték ki, őt le? Az volt a harmadik. Erre most megint elnézést kérek, de megint csak azt tudom mondani, hogy... Azt nem vizsgáljuk. Erre megint azt tudom... Erre megint azt tudom mondani, hogy ez bizottsági ülésen volt. Tehát az első körben ezeket az árajánlatokat, vagy pontosabban az első árajánlatot úgy kértük, hogy az a terület is benne volt, és akkor a bizottság azt javasolta, hogy azt ne vegyük ebbe bele. Ott egyébként egyetlen probléma volt arra, azt mondta a vízügyi igazgatóság, hogy nem a parkolás volt az ő fájdalma, hanem az, hogy a kishajó, tehát az ottani révkikötőhöz képest nem tudom én hány száz méterrel, talán 100-zal vagy 150-nel, tehát annak is van egy védőtávolság, tehát azon belül nem lehet, tehát attól fölfelé akár lehetett volna is. Ezzel foglalkozó bizottság azt javasolta, hogy azt arra ne kérjünk most árajánlatot, mert jött arra is, ez az összeg akkor még nagyobb lenne, ami előttünk van, hanem erre koncentráljunk. Ezért ezt most nem tartalmazza. Első körben egyébként az volt az első körös ajánlatunkban, az volt, hogy erre kérjünk, meg arra kérjünk tervezési ajánlatot.
Van-e valakinek kérdése még ezzel kapcsolatban? Ha nincs, kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja az ismertetett határozati javaslatot, amennyi még igen, kérem, hogy most szavaz. Igen? Ja? Bocsánat, volt egy módosítás, elnézést. Nem kell szavazni. Hát, arról nem kell külön szavazni? Nem, jó? Az előterjesztő... Jó, tehát ugye... Rendvalónak tartja, akkor nem kell szavazni. Amit elmondtam, az rendben való volt. Jó, rendben, akkor kérdezem a képviselőtestet, mert eddig azért a módosítókról szoktunk volt szavazni, ha nem kell, akkor nem kell, akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy akkor elhangzott kiegészítéssel együtt értelmezett határozati javaslatot elfogadja, amennyi, mint igen, kérem, hogy most szavazzunk. Megállapítom, hogy 6 igen szavazat, nem szavazat, 1 nem szavazattal, tehát 6 igen és 1 nem szavazattal a testület elfogadta a határozatot. Következő napi rendünk a Nagy Lajos utca, Fő utca sarok járdaépítésére érkezett ajánlatok megvitatása. Ugye évekkel ezelőtt a Fő utcának a hegyfelőli oldalának a járdája elkészült, és ezután, illetve a többi belső területi járda szakasz fejlesztések felültésük nyomán már elmondható, hogy a Visegrádnak, Debrecen területnek bizonyosan a legrosszabb, de inkább gyalázatosabb állapotban lévő járdája az a hentes üzlet, fodrászüzlet, hentes üzlettől a csendőrlaktanya bejáratáig, vagy volt csendőrlaktanya bejáratáig terjedő járdaszakasz. Erre vonatkozóan évekkel ezelőtt készült egy pályakorrekciót is javasoló nyomvonalterv, illetve erre ez alapján a vázlat alapján lehetett műszaki tartalom meghatározással, műszaki tartalmat meghatározva árajánlatokat kérni. Ezek vannak előttünk, javaslom a Ádám Tamás egyéni vállalkozó nettó 3.882.000.000 forint értékű ajánlatát elfogadni, azzal, hogy a egyébként korábbi gyakorlathoz híven ez az ajánlat a beépítendő anyagoknak a nagy részét nem tartalmaz, amit az önkormányzat fogja tudni biztosítani a kivitelezéshez. A költségvetésben rendelkezésre áll a járdafelújítások soron az összeg, és a vállalkozó pedig október 10-i befejezési határidőt ajánlott meg a munka elvégzésére. Van egy kérdése valakinek? Parancsol. A bizottság győzően elhangzott, hogy határidőt szakít neki meg, hogy ne november vagy december legyen, legkésőbb szeptember. Most mondtam, október 10-e a határidő. Az október is nem előveszik. Azt mondtuk, hogy csinálják meg előtt. Ők azt mondták, hogy most mondjuk beszéltük, hogy pautázik után elkezdik, akkor utána az lesz, hogy már szeptemberre megcsinálják, most meg már október lesz, végül lesz decemberben lesz. Minden bizonyul. Ezt a október 10-i határidőt vállaltam. Egy értelem. Vér nem fogja lemosni erről a járdáról, hogy választási járda, de hát... Van-e valakinek kérdése még? Ha nincs, és a képviselőtestület elfogadja az imént ismertetett tartalmú határozati javaslatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 6,5-7 igen szavazattal képviselőtestület elfogadta a határozatot. Bocsánat. Tehát 7 igen szavazattal a testület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk Visegrádváros Önkormányzat képviselőtestületének képviselőtestület határozatának módosítása, melyet a legutóbbi testületi ülésen hozott. Parancsolj helyzet. Nem, rosszul mondtam? Tehát ez 18-as. Elnézést kérek, egy 2018-as határozatunknak a apró technikai módosításáról van szó. Bocsánat. Az önkormányzat ugye a Szentgyörgy puszta belterületen lévő több ingatlannal kapcsolatosan egy ilyen telekhatárrendezési szerződést kötött. Van ez a Szentgyörgy puszta köz, ami ugye magánút volt korábban.
És ott a ingatlan tulajdonosok szerették volna rendezni a dolgokat, a jogi dolgokat. Korábban készült egy változási vázra, az a földmérő ezt felmérte, azonban kiderült, hogy a valós helyzet a jogi helyzettel nem vág egybe, ezért hát újabb tárgyalásokat kellett a tulajdonosokkal lefolytatni, melynek során kiderült, hogy az egyik tulajdonostól nem is kell megvásárolnunk telket, és a telekrészt, földrészletet, ez egy 6 négyzetméteres területet jelentett volna. Ezt azért mondom el, mert ugye egy 113/2018-as májusi határozatában döntött először a testület erről a telekalakításról, és emiatt módosítani kellett a határozatot, mégpedig 18.6.20-án ez a 145/2018-as határozat. Azonban időközben kiderült, hogy egy-egy négyzetméternyi területtel kevesebbet kell megvásárolni az önkormányzatnak. Azonban ez akkor derült ki az önkormányzatnak is, miután az önkormányzat ezt a határozatát meghozta. Tavaly december 20-án polgármester úr aláírta az ingatlan tulajdonosokkal a telekalakítási szerződést, és dr. Kádár Petra ügyvédnő ezt a 145/2018-as határozatot benyújtotta a földhivatalhoz az adásvételi szerződéssel együtt. Azonban ugye az adásvételi szerződésen már a javított négyzetméterek szerepeltek, illetőleg a négyzetméter árral kapcsolatos vételi árak, és a napokban, tehát egy héttel ezelőtt jelezte dr. Kádár Petra, hogy a földhivatali nem fogadta el a telekalakítási szerződést, mert hogy nincs összhangban ez a testületi határozat tehát a telekalakítási szerződéssel. És igazából ez most egy ilyen technikai javítást jelent, tehát azt jelenti, hogy 80 vagy 90 négyzetméter helyett az egyik ingatlan tulajdonostól 89 négyzetmétert kell megvásárolni, tehát 5000 forinttal csökkent a vételár, illetőleg a másik tulajdonostól pedig 82 négyzetméter helyett 81 négyzetmétert. De hangsúlyozom, hogy ez a telekalakítási szerződés már alá van írva a helyes adatokkal, úgyhogy igazából itt most csak ezt a határozatot ennyiben kell módosítani. Köszönöm szépen. Van egy kérdés. Ha nincs is a testület elfogadja a határozatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a testület elfogadta a határozatot. És akkor most jön az a napirendünk, amelyik a legutóbbi testületi ülésünkön meghozott határozatot módosítja, ha elfogadja a testület. Igen, tehát igazából ez is egy technikai módosítást jelent. Ugye a legutóbbi testületülésünkön elfogadtuk azt, hogy a Figyelj Ránk Közhasznú Egyesülettel a házi segítségnyújtási feladatok ellátására egy feladatellátási szerződést kötöttünk. Ez határozatlan időre szól, július 1-től érvényes. Ezt követően a testületülés után június 24-én a szerződés aláírásra került. A Figyelj Ránk Közhasznú Egyesület a kormányhivatalnak ezt a szerződést megküldte. És a kormányhivatal a napokban jelzéssel élt, hiánypótlásra hívta fel a Közhasznú Egyesületet, és múlt hét pénteken szólt nekem a Spárkofridné elnök asszony, hogy két ponton módosítást kért ebben a szerződésben. Az egyik az, hogy a egyesületnek az adószáma nem szerepel a feladatellátási szerződésben. Egyébként a korábbiban sem szerepelt, és elfogadták korábban. A másik módosítás pedig az, hogy szerepeljen a szerződésben az, hogy hány fő részére biztosítja az egyesület ezt a házi segítségnyújtást. És azt kérte az elnök asszony, hogy tehát kerüljön be a szerződésbe, hogy de legfeljebb 7 fő részére. A előterjesztés mellékletét képezi a feladatellátási szerződés módosítása. Ugye ebben itt kiemeltem ezt a két módosítást a szerződés pontját megjelölve, hogy hol módosul a szerződés. Tehát arról kellene szavazni a testületnek, hogy ezt a módosított a szerződésnek ezt a módosítását elfogadja. Köszönöm szépen. Van egy kérdés, hozzászólás? Ha
ha nincs is a testet, elfogadja imént ismertetett tartalmú határozatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a testet elfogadta határozatot. Egyebek napirendi pont. Parancsolj! Kérdezni szeretném, Fügyér úrben fogadhatunk első kérdésemet lenne. Mondjam? Igen. Fűnyíró ügyben mindjárt, köszönöm, ugye nem szoktunk rendkívüli ülésen egyebek napirendi pontot beiktatni, de hát az idők szava. Fűnyíró ügyben ott állunk, hogy a múltkori testületi ülésen Zsoltnak volt egy javaslata, hogy ne várjunk tovább, hogy kiírja a pályázatot a ezzel foglalkozó, nem is tudom, hogy hívják, miniszterelnökségnek. Mindegy, tehát, hogy kiírják a pályázatot, hanem tekintettel arra, hogy erre van egy elkülönített saját forrásunk, éljünk vele. Írtunk egy levelet ennek a intézménynek, ahol egy ilyen jó kis donnai választ kaptunk, hogy nyugi-nyugi, ki lesz írva a pályázat. Valamikor az év második felében. Tekintettel arra, hogy nem volt konkrétum, ezért a javaslatnak megfelelően én elővettem az eredeti márciusi előterjesztést, illetve az azt megelőző, megalapozó gondolatokat, ajánlatokat, és mivel hogy a képviselőtestület akkor ezt a polgármesternek adta ezt a nemes feladatot, 5 igen szavazattal, 1 nemmel és 1 tartózkodással, a tartózkodás én voltam, mert nem örültem ennek a feladatnak, őszintén szólva, de természetesen végre fogom hajtani, hogy ezt a szükséges intézkedéseket tegyem meg, azaz, ugye itt a szükséges intézkedés kérdéskörben a különböző lehetőségeknek a számbavétele volt, illetve nyilvánvalóan a döntés meghozatala és a beszerzés. Egyeztetve ugye azzal, mert hogy nehogy már a nyakkendősök meg a íróasztal mögül döntsék el a fűnyíró kérdést, természetesen én egyeztettem azzal, aki ezt használni fogja, ifjabb Schuster Károllyal, és ugye az előterjesztésben is jelzett két típusú, tehát ott is már két fajta, vagy két természetű fűnyírógép szerepelt. Az egyik egy olyan, amelyik a két fűnyírógépnek a két tengelyek között pörgeti a fűnyíró kaszáját, a másik pedig előtte. Az egyik egy fixkéses, a másik egy lengőkéses, az egyik 600 literes tartályú, a másik 800 literes tartályú, az egyik egyik fűtovábbító vagy kaszálléktovábbító turbina nélküli, a másik pedig kaszálléktovábbító turbinával ellátott gép. Mindkettő gép professzionális felhasználásra terveztetett, ellentétben egyébként a most használt fűnyírógéppel, mert az mondjuk arra van, hogy ha valakinek van egy nagyobb bacska telke, akkor azt mondjuk 2 hétben egyszer lenyírja, és akkor ez hosszú ideig ki fogja bírni. Ezek a gépek, amiket néztünk, ez mindegyik akár napi folyamatos üzembe tartható, erre vannak kitalálva. Nem tudom, hogy mennyire mondhatok én most már, a neveket talán ettől eltekinteni. A két gép között az ajánlat a márciusi ülésre beérkezett előterjesztés szerint körülbelül 2,6. Kérdeztél valamit, válaszolok, és hogyha a végén még van kérdés, akkor nagyon szívesen. Tehát, ismétlem, nézd meg az előterjesztést. Az előterjesztésben szerint körülbelül 2,1 vagy 2,2 millió forint különbség van a két gép között, de, Karcsi, ez így van. Az, amiről te beszélsz, megnéztem,
Igen, de akkor valószínűleg nem az előterjesztést nézted meg. Az előterjesztésben ez van. Az előterjesztés arról nem beszél, hogy a drágábbik gép az, amelyik egyébként felszerelhető olyan adapterekkel is, amire jelen pillanatban nincs, gyepszellőztető, meg mi ez, műfüves pályakarban tartó adapterrel is. Tehát az, ami az előterjesztés szerint egy 2,1 millió forinttal drágább, az egy négy kerékhajtású gépnek az ára, melyre egyébként nem feltétlenül van szükség, és ha ez nem négy kerékhajtású, hanem csak két kerékhajtású, akkor valóban 600 000 forinttal olcsóbb, és akkor 1,3 millió forint a kettő, de az előterjesztésből ez nem derül ki, Karcsi. Az előterjesztés mellékletét képező ajánlatokból még az sem derül ki, hogy az a gép bruttó 8,8 millió forint. Az az ajánlat az előterjesztés mellékleteiben nincs benne, az egy másik, az is megérkezett itt egyébként, nekem is megvolt, most előkutattam Zsolti javaslata nyomán, megvan, de az nem szerepelt abban. Tehát én ezért bátorkodtam annak idején javasolni azt, hogy ezt ne tárgyaljuk most, mert hogy én itt valami zavart érzek az erőben, vagy az összeállításban, valami nincs rendben, a javaslatom javaslat maradt. Tehát ma ott állunk, hogy van két gépünk, tehát hangsúlyozom, mindkettő professzionális felhasználása van. Az egyik 600 literes, a másik 800, nem 950, mert az a még nagyobb teljesítményűeknél van. És valójában az általam megismert adatok alapján én a kedvezőbb, tehát az alacsonyabb áru gépet tartom jobbnak. Részben azért, mert a feladatot el tudja ugyanúgy látni, mint a másik, tehát ugyanarra van kitalálva. Egy év helyett 3 év garanciát ajánlott meg a kereskedő, egyébként 2 évet ajánlott meg eredetileg, de ezt, hogy egy ismételt árajánlatkérés történt, fölvetve egyébként azt is, ami itt elhangzott a vitában, hogy hát nyár közepén okos dolog-e fűnyírógépet vásárolni, hogy azt nem télen kell-e vásárolni. Én rákérdeztem arra a kereskedőknél, mind a kettőnél, hogy egyébként mondjuk, ha ezt januárban tesszük ezt a beszerzést, akkor milyen kedvezményeket kapunk a megajánlott árakhoz képest. 3 típusú kedvezmény létezik. Az egyik ez a garanciális időnövelése, tehát hogy ha télen rendeled meg ennél a kereskedőnél a gépet, akkor 2 helyett 3 év garanciát ad az alapgépre, az adapterekre nem, de az alapgépre, míg nem a másik egyébként egyet. Ingyen kiszállítja, lehet, hogy a másik is. És 5% ár engedményt ad a megajánlott árból, amit egyébként a márciusi testületi ülésre beterjesztett javaslat nem tartalmazott. A másik esetben meg igen, tehát az ár, amiről te beszélsz, hogy 8,8 vagy 8,2 millió forint, az már abból már le volt számítva egy olyan ajánlati ár, amit egyébként meg nem ajánlottak meg, csak hát lehet tudni, hogy ezt majd úgyis megadják. Tehát a tudomány mai állása az, hogy van két gép, aminek a tudása nagyjából hasonló, nem pont ugyanaz a kettő gép. Vannak dolgok, amiben az egyik jobb, vannak dolgok, amiben a másik jobb. És én megkérdeztem a VKG csoport vezetőjét, ifjabb Süster Károlyt, hogy ő melyiket választaná, ő a drágább gépet választaná, a fűgyűjtő, illetve a lengőkés miatt, annak ellenére, hogy hogy ugye magasabb az ára. Nem, keskenyebb. A drágábbnak keskenyebb a vágó felülete, annak 126 cm, emlékem szerint a másiknak meg 137. A jelenlegi az 122 cm-es, tehát gyakorlatilag a mostani 122, az egyiknek 126, a másiknak 137, tehát hogy valójában köszönöm szépen. Tehát, hogy nagyjából itt tartunk ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, tehát az én
áttekintésem szerint üzemeltetési és hosszú távú üzemeltetési szempontból és pénzügyi szempontból a kedvezőbb áru a jobb. Megkérdeztem azt is tőle, hogy mi van akkor, hogyha ezt vásároljuk meg. Mondta, hogy ezzel is teljesen jól le lehet nyírni a füvet, tehát igazából azzal fognak füvet nyírni, amilyet vásárolunk. Én ezzel kapcsolatban a legutóbbi bizottsági ülésen egy héttel ezelőtt kértem, bizottsági ülésen ezt előterjesztettem, ezt a kérdést, és kértem, hogy mondjam, hozzászólást, vagy segítséget ehhez a döntéshez. Érdemi segítséget nem kaptam. Annyit kaptam a bizottság külső tagjától, ifjabb Gersmeyer Jánostól, hogy ő tulajdonképpen a kedvezőbb áru gépet vásárolná meg, robusztus kialakítása és egyéb referenciái miatt. Ugye hangsúlyozom, hogy a másik is egy ipari gép, az annak a kategóriának, ugye ez két kategóriáról beszélünk, annak a kategóriának ez árban a legalja. Hogy minőségben is, azt ugye nem tudom, de ugye gyakorlatilag abban a ligában, amiben az a gép focizik, ő a legkisebb ugrifüles, ha jól érzékeltem, tehát ott az összes többi, tehát ott más gyártónak 10 millió alatt nem is nagyon van gépe, egyedül csak nekik, és náluk is csak a legkisebb, vagy nem, talán ha nem is a legkisebb, de szóval az a változat, amelyik már éppen nekünk megfelelő lenne. Egyébként a két gép között erő, ugye volt ilyen, ezt is néztük, hogy melyiknek nagyobb motorikusan a teljesítménye, aki egyik 27 lóerős, másik 28, hát ember legyen meg mérőpad a talpán, aki azt kiméri. No, szóval itt tart a dolog, segítséget kértem bizottságülésen, ott nem nagyon kaptam. Igazából egyebekben, hát... Tessék? Tehát, hogy ott érdemi segítsége én nem jutottam, úgyhogy itt tart a dolog most. Én testületi ülés után, ugye már mondom, hogy ez rettenetesen érdekli az összes tévénézőt, de valószínűleg ennek így kell lenni, hogy ezt a kamerák előtt kell megbeszélnünk. Én szerettem volna a véleményeteket, segítségeteket kérni ebben a döntésben, amit én egyébként tök jól el tudnék dönteni, de szívesen veszem a segítséget. No, röviden itt tartunk, parancsolj! És aztán azt szeretnék elreagálni, én ott voltam azon az ülésen, és ott te azt mondtad, ha nem akarsz foglalkozni, már nem ügyel foglalkozni, akkor foglalkozni, majd te eldönts, hogy melyiket fogjuk megvenni. Ez volt ott a bizottság ülésen. Ez fejezzük be ezt itt, mert ez volt ott. Te azt mondtad, hogy nem foglalkozni vele, pedig a másik, annak, azon, amin te voltál, a másik. Annak volt Karcsi, ennek volt előzmény. Vagy folytatom, hogy nem akarok senkit megbántani, hogy belemegyek abba, hogy 2 millió forintból döntünk körülbelül, hogy több vagy kevesebb, drágább vagy nem drágább. Érdekes dolog, Erdőrjavicát megterveztük iszonyú mennyiségű pénzt, valamennyi pénzét, kiderült, hogy 60 millióba kerül a beruházás, félhetős, hogy bemegy a kukába. Ugyanúgy megcsináltuk más dolgokat. Lásd, orvoslakás. Orvoslakásba belejöttünk 4 millió forintot, mikor egy évre vette volna ki az illető, és az volt, hogy számlától kell igazolni. Mi jeleztük akkor, még akkor Népkörti Bizottságon ülésen jeleztük még, hogy ne csináljunk, csak annyit engedjük neki felújítani, amennyi az egy éves akármi. Ez félre lett tolva. 4-5 hónap után kaptam egy választ arra, amit a Tamástól kértem a pénzügyi bizottság, végre megkaptam a választ, amit nem fogok elfogadni, tessék? Határidőre. Igen, nem tudtam, te mondtad a határidőt, nem tudom elfogadni, mert az volt a lényege neki, hogy az van leírva ott, hogy számlákkal kell igazolni mindent. Én azt veszem észre itt, hogyha egy kalnisokat főlakni egy bérlakába 60 ezer forintot nem sajnálunk, vagy nem sajnálunk még 4 millió forintot felújításra, úgy, hogy még számlákkal se kell igazolni neki, mert nem igazolt a számlákkal. Mert számlákkal igazolás azt jelenti, hogy Visegrád Város önkormányzat nem ide kell hozni a számlát, és nem Vips Jakab vagy akárki más névre kell hozni a számlát. Mert én is most veszek valamit a doktornőnek a tiszteletdiamból, Visegrád Város önkormányzatának kell a számlát hozni. És itt befejeztem el. Én azt mondom, hogy 2 millió forint, legyen 2 millió forint, és nem akarok senki pártani ebben,
nem akar senkit kritizálni, de már valahol vicces, hogy ha akar a VKG vezet venni valamit, akkor húzzuk valahogy 1 forintos pólójunk, 10 forintos pólójunk, akármennyit, és a máshol nem azt mondom, hogy kiszorjuk a pénzt, ott meg nem törünk abba, hogy kimennek a millió, biztos jogosan mennek, de itt is jogosan. És ha ő az ágában akarja megvenni, ő neki van olyan felelősséget a tapasztalata, hogy ezt vállalni tudja, és sokkal hamarabb meg tudja csinálni ezt a munkát, nem 5 óra alatt végzi, vagy 4 óra alatt, hanem 1 óra alatt, és utána több időben tud másokat. És ezért kérdeztem én ezt csak, hogy hol állunk ebben, mert te azt mondod, te az olcsóbbat akarod megvenni, mert elég az neki. Ő azt mondta nekem, neki teljesen minden melyiket veszik, ha egy tologatós lesz, van, akkor ő tologatósan fogja vágni a füvet, amit tudja. De akkor azt is fel kell érni, hogy őnek is azért határosak az idejük, meg minden, és mindent tudunk adni nekik, adunk nekik. Azért kérdeztem, hogy mikor lesz megcsinálva a járda, nem ide tartozik, de azért kérdeztem, mikor vállalja a illető a járdát, mert érdekes módon, mikor én voltam a Gomez vezetője, akkor 4-en voltunk és járdákat mindenfélét építettünk. Most már semmilyen nem jut idejük neki. Tehát valami nem működik itt, valami nem megy, vagy valami. És ez egy kérdezem, hogy 2 millió forinttól legyen 2 millió. Elismerem, nem ismerem el, de hiszek neked, legyen 2 millió forint körülbelül a különbség. 2 millió forintot vitatkozunk, mikor már döntöttük, hogy 9 millió forintot megszavaztunk erre. Akkor is az volt, hogy megbízunk a polgármestert, fölveszett kapcsolat a VKG vezetővel meg velem, és közösen kialakítunk valamit, és ez így volt. Lángatottuk a fejedet, házhozott fejedet, Tamás, ez így volt, kész. Köszönöm szépen. No, visszatérve a... Tehát egy rövid viszontáll, azt engedjétek meg. Nem bántanak, senki tervezett, és nem akartak. A legutóbbi bizottsági ülésen, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt itt fejezzük be, mert én eldöntöm, na annak volt előzménye. Én vetettem fel a kérdést, és itt nem tudom, én már nem mértem stopperre, negyed óráig vagy fél óráig tartó parttalan és üres, hát inkább szájtépés volt, mint vita, alakult ki. Erre azt mondtam, hogy ezt akkor tényleg fejezzük be, mert nincsen sok értelme. Mindenféle egyebeket, amiket főosztál, egyszerűen nem ide tartozik, tehát egyébként az erdő a terve, ha most nem csináljuk, nem megy a kukába, mert az megmarad, azt még később is meg lehet csinálni, maximum újra kell engedélyeztetni, de az nem a kukába megy. A másik kérdéssel kapcsolatban Tamás szerintem teljes körül választodott. Nem erről van szó. Egyéb iránt pedig... Hát akkor... De... Hát, jó, de ennek a vitatásának meg nem ez a módja. Én ezért bátorkodtam föltenni a múlt héten ezt a kérdést, mert ebben segítséget szerettem volna kapni, de nem kaptam. Úgyhogy én most nem fogom azt a bócjátékot elkövetni, hogy itt most ez alapján döntést kérjek a képviselőtestülettől. Természetesen, ha valakinek ehhez van hozzátenni valója, nagyon örömmel várnám, mert egyébként azt az előbb elfelejtettem mondani, mindkét gép beszállítója azt jelezte, hogy amennyiben ezt a héten megrendeljük a gépeket, valamelyik gépet, akkor ezt még értelmezhetően a szezonban, tehát most az egyik azt mondta, hogy július végéig leírni, már azt írta, hogy 3-6 hét, a másik is még ugye a nyári leállás előtt le tudja szállítani. Nekem egyébként személyesen tényleg mindegy, hogy melyik gépbe történik a dolog, de amilyen példákat te elmondtál, olyan példákat én is eltűnt, de nem fogok elmondani, hogy egyébként mondjuk 1,3, mert valóban 1,3 millió forint van körülbelül a két gép között, csak ez abból az előterjesztésből nem derül ki egyáltalán. Ezt meg hidd el nekem. Te ennyi pénzekkel mi bőven szoktunk vitatkozni. Úgyhogy én ezért gondoltam ezt, és itt tartunk. Parancsol Zsolt. Bocsánat, hogy kérek, de csak szakmailag. Valaki tudja, hogy mi a kettő között a különbség, hogy az egyik lengős, a másik igen. Pedig fix. Akkor gondolkozzon el rajta, hogy nem egy focipályát fogunk vágni, egy olyan területet, ahol bárhol lehet kő, bármi lehet kiálló szakasz. Onnantól kezdve, ha abban a fixel rámegyek valamire, eltöri a tengely, mennyibe fog kerülni, egy lengőnél meg csak simán átcsapja és vár tovább. Tehát ne azon vitatkozunk, szakmailag sokkal jobb minőségű egy lengő, a nagyipariba szeretnék, mint egy ilyen fix, ami bármikor eltöri. Mondom, ha ezt az én saját kertemre csinálom, biztos ezt az olcsóbbat venném meg. De így, hogy egy tök idegen, olyan helyen fogok végigmenni a géppel, amit nem ismerek, két hétig nem jártam ott, az biztos, hogy az a jó.
Én csak ennyit tudok mondani. Én azt hallottam, hogy azért is jó ez az olcsó, mert ez úgy ad majd számlát, hogy azt majd lehet, hogy bele tudjuk tenni majd a szépen. Erre nincs lehetőség. Nincs lehet. Akkor hála Istennek, akkor ezen se kell gondolkozni. Én biztos, hogy nem vennék egy olyat, ami fix. Lehet, hogy egy kicsit olcsóbb, de a javítása sokkal többbe fog kerülni. Ugyanis arra nincs garancia, hogyha ő rámegy egy kör és eltörte a tenger, arra nem adnak garanciát, azt ki kell fizetni. A garancia arra van, hogyha esetleg motorról valami elromlik. Úgyhogy gondoljuk át azt, hogy melyiket ér. Azért az lehet, hogy a legalja annak a idének, csak az nem ugyanaz. Igen, természetesen. Bocsánat, még egy dolog. Az, hogy a bizottsági üléseken miket beszélnek, meg mit, aki nem bizottsági tag, de nem tud eljönni, az nem is tud róla, nem tud szavazni, nem tud hozzászólni. Én azt hiszem, azért vettük föl ide a krónikát, hogy a kapcsolatot tartsa a polgármester és a képviselőtestület között. Nem, akkor nem volt. Akkor nem volt, akkor az volt, hogy eldöntött. Na, akkor ez most már megint nem a fűnyíró traktorról szól, mert arról szólt az egyebek napi rendi pont. Mert azt mondtad, hogy nem szóltunk hozzá. Én nem is tudtam, hogy ezt hozzá kell szólni, vagy valami, de én most ezt elmondtam, hogy szerintem szakmailag, műszakilag az többet ér egy ilyen területen, mint egy olyan, hogy fix. Én csak ennyit egyéb iránt azt tudom, ehhez azt tudom mondani, hogy ezt szintén elfelejtettem az első körös válaszban mondani, elnézést kérek, hogy nem készültem erre most. Természetesen megnéztük azt, hogy mennyi, hogy például ez a nevezzük olcsóbbik traktornak, mi történik, hogyha az beakad egy fél téglába. Az történik, hogy a egyébként 30 ezer forintba kerülő kés, ami a tengerre úgy van felszerelve, ha ilyen baleset éri, akkor ne görbülhessen el a tenger, hanem egy valami csapszeg az, ami elnyíródik, mert úgy van kitalálva, hogy ne tegye tönkre a meghajtását, sérül, azt ki lehet cserélni olcsón, és lehet tovább menni, de igaz, a lengőkéses technológia az egy fejlettebb technológia, és pontosan ezért nyilván, hogyha sokat darál valaki vele fél téglát, akkor az is tönkre megy, de jobban viseli az ilyen ügyeket, de össze nem lehet hasonlítani a jelen, mert a jelenlegi gép az gyakorlatilag kap egy fél téglát, az ott megállt, és nagy szervíz, ez a gép meg nem áll meg, hanem ki lehet cserélni rajta legrosszabb esetben ezt a csapszeget, aztán lehet vele tovább menni, és eleve mondjuk négyszer akkora a súlya. De köszönöm szépen ezeket a véleményeket, mert most végre kaptam két olyan véleményt ezzel kapcsolatban, ami a további munkát irányba teszi. Nem várom el senkitől, hogy még a testületi ülés alatt mondja el, mert abban sem jó biztos, hogy kedves nézőket érni, de valakinek ez még van hozzátenni valója. Ezt nagyon gyorsan majd mondja el nekem a testületi ülés után, és köszönöm. Van-e még egyebe valakinek? Parancsolj! Hogy áll a kisegát holnapja ügyében? Úgy tudom, hogy egy hónapja a szerzés közmetítetések történtek, de még semmit nem hallottak. Igen. Az önkormányzat részéről. Igen. A visegrádi honlapról úgy apaló kapcsolatban úgy állunk, hogy a... Hát most ezt nem fogom előről elkezdeni. Bízom abban, hogy a kedves nézők valamilyen szinten tájékozottak, de létrejött egy olyan megegyezés a Webkoncept Kft.-vel és az ügyvezetőjével, amely szerint ő végül is ezeket a bizonyos adatokat, amik az önkormányzatnak a tulajdonát képezik, ezt abban a formában, amelyikben mi tovább használni tudjuk, átadja. Erre kötöttünk egy szerződést, ez a szerződés teljesült mindkét részről. A szerződés összegére most meg 440, köszönöm szépen, 445 ezer forint plusz áfa volt a szerződésnek az összege, és ezt rendeztük is. A honlapra látogató még változást nem kell, hogy lásson, mert ugye a Webkoncept Kft. Fölmondta ezt, most a dátumokra nem fogok emlékezni, de hogy május 11-én fölmondta, június 11-i, tehát 30 napi hatállyal, tehát június 12-én mi úgy tudtuk, május 13-án mondjuk, hogy június 12-én el fog tűnni, tekintet, hogy fölmondta a szerződést, el fog tűnni a honlapunk, már pedig anélkül nem nagyon tudunk üzemelni. Tehát megint a szerződéses összeget nem fogom tudni fejből mondani, de 395 ezer forint plusz áfáért egyébként az a rendszergazda, aki itt ügyködik az önkormányzatért, a hivatal,
ilyen informatikai infrastruktúrában nagy sebességgel június 12-ére rendelkezésre állva lefejlesztett egy új honlapot, egy olyan honlapot, amelyiknek ingyenes a forráskódja, nem szükséges hozzá havi szintű informatikai háttér, mert a korábbihoz ugye kellett, havi 48 ezer forintot fizetett az önkormányzat az elmúlt 9 évben a Webkoncert Kft.-nek, illetve jogelődjeinek ezért. Tehát erre nem lesz szükség. Tehát ez a honlap elkészült. Az adattartalom nem került rá, illetve tekintettel arra, hogy sikerült megegyezni a Webkoncert Kft.-vel, az a honlap tovább üzemelésére, ugye ebben az esetben egy felmondás után kölcsönös akarat esetén határozott idejűvé tehető a szerződés. Ez meg is történt, szeptember 10-valahányadikáig, most azt megint nem készültem, tehát 3 hónapra meghosszabbítottuk a szerződést határozott időre, tehát a honlap jelenleg üzemel, és az várható, hogy szeptember 10-valahányadik, 2-e, 3-ától egy új honlap fog egyébként üzemelni. Az elérhető tartalmak rajta lesznek, tehát az, ami az archívum és egyebek, amit megkaptunk, azt erre föl fogjuk tenni. Egyértelmű, hogy a régihez képest ez egy logikájában mai és mondjuk, hogy korszerű, könnyebben elérhető, kereshető, illetve mobiltelefonra is optimalizált honlap lesz, ellentétben a régivel. Viszont egyértelmű az is, hogy grafikai értelemben, kulturális értelemben meg sem közelíti, de nem is volt szándék jelen esetben, hogy a régit megközelítse, az önmagában is grafikailag egy hát azt hiszem, hogy nagyon ritka szép honlap volt. Én magam részéről ezt sajnálom is nagyon. Az egyébként, az az új honlap, ami most el fog majd szeptembertől indulni, annak a honlap szerkezete, struktúrája alkalmas arra, hogy na és ez már egy olyan kérdés, amiről szerintem valóban inkább egy új képviselőtestület kell, hogy döntsön, alkalmas arra, hogy akár pályázat, akár megbízás útján kiválasztott grafikus tervezővel a régi honlaphoz méltó kulturális értelemben, tehát grafikai értelemben is méltó honlap szülessék meg. De ami a folyamatos üzemeléshez szükséges, az létrejött. Számomra fájdalmas egy kicsit, hogy ez a vita ilyen fordulatokat vett, mint amiket vett. Én magam az első vagy a második, nem az első, nem, mert akkor még föl sem merült ennek a lehetősége, de amint fölmerült ennek a lehetősége, hogy itt forráskód és átadás és egyebek, ott helyben improvizálva a tárgyalóasztalnál vázoltam ennek a lehetőségét, ami aztán végül is nagy nehezen kitárgyalódott. Úgy látszik, hogy ennek ilyen feszültségek árán kellett létrejönnie. Ezt sajnálom. Parancsolj! Az egészben azt furcsának tartottam, hogy miközben tárgyaltunk, vagy tárgyalásokkal limitáltunk az Zoltánnal, már meg volt bízva 390 ezer forintért a visszakembelünk, aki egyébként ugyanakkor itt ült, mint a szakértő. Tehát nem lehet független szakértő valaki, aki már meg volt bízva 390 ezer forintért, hogy gyártsolatban szerintem. Ugyanakkor elvégben Kárpán Zoltán ezért összegi ígyezetben átadta volna az egészet, de nem is kellett volna. Ugyanaz a honlapunkat adott, ugyanaz az arcolatunkat adott, van mellett, hogy a honlap arcolat az a miénk. Tehát nem értem, hogy nem olyan kellett egy másikat. Azért kell, mert az erre egy új, úgynevezett korszerű honlapszerkezetre ez így egy az egyben nem vihető át. Ez nem az a része. Az, hogy mi tárgyalásokat imitáltunk volna, ezt határozottan visszautasítom, azok tárgyalások. Akkor már nem volt. Az tárgyalás volt. De egy olyan tárgyalás volt, amikor volt egy felmondott szerződésünk, és hogyha a Kárpát Zoltánnal volt tárgyalásunk nem vezet eredményre, mint hogy hál' Istennek eredményre vezetett, de ha nem vezet eredményre, akkor június 12-én valaki fölmegy a visegrad.hu-ra, és nincs ott honlap.
Ez benne volt a pakliban, és hogyha ezt nem léptem volna meg, és megléphettem pénzügyi és mindenféle értelemben, ha ezt nem léptem meg, na akkor követek el gondatlanságot, azt gondolom. Egyébként azt soha senki nem mondta, hogy az az informatikus, aki ezt a honlapot egyébként szerintem mélyen árulanul lefejlesztette, azt soha senki nem mondta, hogy független. Nem független. Ő a mi szakértőnk volt. Szó nem volt itt függetlenségről. Azt soha senki nem is állította. Egyébként pedig, ahogy mondom, pénzügyileg, tehát amikor fölmerült ez az első alkalommal, amikor ifjabb Kárpát Zoltán, az fontos, hogy az ifjabbi Kárpát Zoltánról beszélünk, amikor ezt először fölvetette, vagy akkor, vagy a következő alkalommal, nagyjából most lehet, hogy nem forint fillére, de nagyságrendileg pénzügyi és technikai értelemben ugyanezt a forgatókönyvet javasoltam, ami akkor még nem tudott elfogadás, vagy nem tűnt elfogadhatónak a számára, azért akkor lényegesen nagyobb összegek röpködtek a levegőben még. Úgyhogy akkor viszont, ha ezt te tudod, Pisti, akkor miért mondasz ilyeneket a kamerába? Akkor miért mondasz ilyeneket a kamerában? Ez egy tárgyalás alapot, a kompromisszum készség miatt, képtelenség miatt ez elkurvult, de egyébként, mikor közben léptem, akkor simán látszott, hogy ez azért finomény fog, és egyébként az oldalának annak ide ki is jelent, hogy abban pillanatban a kompromisszum készséget fog látni, akár egy elnézést nem jó. Tudom ki, nulla forint és szinte odaadja, csak látni szeretne azt, van. Tehát tudva levő volt, mert akkor vagy oda. Jó, akkor most, most viszont olyan érve adtunk ki pénzt, amire rárátom, ezt megmehetjük. Amúgy úgy nagyon jó, hogy megkaptuk volna. És ebben igazadban, hogy egyébként ez a veszélyben már, és pontosan ebből kifolyólag a második napon össze kellett volna jönni egy rendkívülés, hogy mi legyen a döntés, és valószínűleg meg is hoztuk volna azt a döntést, hogy el kell kezdeni gyárt, mert egy honlapot. Nem történt. A honlap, erről egyébként, igen, nem, mert nem volt, mert nem volt szükség rá, tehát ezt a döntést a képviselőtestület döntése és jóvágyása nélkül is meghozhatja még Visegrád polgármestere is, egy-kettő, erről egyébként tájékoztattam a képviselőtestület tagjait. Téged is. Köszönöm szépen, ezt megerősíted. Parancsol. Lehet? Parancsol, ahogy ráírok. Én csak gyors kérdésekkel. A kokasilla az mikor lesz kész? Mikor van a határidejük? Határideje július, a póthatáridő július 11-ére, tehát holnap, tehát csütörtökre határoztuk meg ezt a póthatáridőt, kapta a kivitelező. Nagy összegben nem fogadnék arra, hogy készen lesz. Itt valószínűleg egy kötbérezős lezárásnak nézünk elébe. Jó. Akkor még egy nagyon gyors kérdés, mert ez nagyon foglalkoztat. Az ácskvár közben valaki kifestette a házát eredeti színére sárgára, amiben ugye a fő építész asszony belekötött, hogy nagyon vikító az a sárga, és ezt nem szabad. Kérdezem én, hogy a fő építész asszony járta éppen a 11-es pont, vagy a 11-es útnál a Visegrád játszóvárnál, ami a 11-es útról megközelített, és megnézte a kerítését, mert az a sárga, az ugyanaz a sárga, és az ráadásul egy központi helyen. De ennél sokkal szebbet mondok, ha a főútvonalról közelítem meg ugyanezt a játszóteret, hát egy olyan bugyi rózsaszín kerítést festettek oda, hogy az valami hihetetlen. Kérdezem én, hogy ilyenkor hol van a... milyen tanács? Mi? Tervtanács. A tervtanács, meg a városvédők, meg ilyenek, hogy ezt megengedik Visegrádnak, hogy egy ilyet oda lehet csinálni. És Visegrádon más pedig nem tudja lefesteni a házát olyan színűre, amire szeretné, mert meghatározzák neki. Akkor kérdezem én, hogy én szerettem volna otthon, kint Diósba építeni egy szalepit. Azt mondták a főépítész asszony, csak úgy építhetek, hogyha a ház az egyik oldala, és onnan jön lefele. Kérdezem én, hogy Visegrád főutca 2-ben ki engedélyezte azt a szalepit, ami most ott áll? Visegrád főutca 2-ben ki engedélyezte azt a légkondicionálót, amit a 11-es útról teljesen tisztán lehet látni. Hogy akkor egyeseknek lehet, másoknak nem lehet? Kérdezem én, hogy a karcsék, amikor meg szeretnénk csinálni azt az egy darab 3 méterszer, másfél méter műanyag tetőt leszeretnénk cserélni. 28-szor izé utasították már, nem tudom milyen, hogy le kell bontani az egész háztetőt, és úgy kell megcsinálni,
Mellette pedig a tervtanács megengedett három darab olyan kapufészket, fémből megcsinálva, hogy az út világít föntről a várból, mint hogyha nem tudom mi lenne, de mi napelemet nem tettünk föl, mert világ. Kérdezem én, hogy akkor hogy van ez, hogy most egyeseknek ezt lehet, másoknak Visegrádon nem lehet? Egyeseknek elő van írva, másoknak nem? Vagy véletlen, hogy arrafele nem jár a főépítés asszony? Vagy az már nem, mert ugye ő már nincsen. De valaki véletlen nem jár arra, és nem nézi meg, hogy milyen kerítést csináltak oda? Hogy ezt hogy szabad ezt megengedni? Én csak ezt szeretném tudni, hogy ott hogy lehet bugyi, rózsaszín kerítést fölhúzni. És nem mondjuk azt, hogy eredetileg ilyen színű volt, mert az ácskára közben az asszonykának is ugyanolyan színű volt 10 évvel ezelőtt, mint amilyenre megcsinálta. Tehát csak ugyanazt a színt hozta vissza, ami volt. Úgyhogy ezért szeretném azt megkérdezni, hogy hogy az van, hogy egyeseknek valamit lehet, másoknak pedig nem lehet. Hát a kérdésnek arra a részére egyértelmű választ tudok adni, hogy olyan, hogy egyeseknek lehet, másoknak nem lehet. Én értem azt, hogy ezt nagyon sokan érzek, vagy érezhetik így, de ettől ez még nincs így. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz ügy. Tudom, hogy ez a válasz például most téged biztos nem fog kielégíteni. Konkrét ügyekkel kapcsolatban meg akkor tehát egész egyszerűen így ezt a helyzetet méltatlannak, nem is tudok rá válaszolni. Tehát az, hogy ezek az egyes ügyeknek milyen eljárási cselekedetei voltak, meg milyennek nem voltak, ki kért engedélyt, ki nem kért, ki mire kért, nem tudom. De erre nem tudok. Erre engedélyt kértek arra, hogy úgy rózsaszín. Nem tudom megmondani, Zsolti, nem tudom megmondani, hogy kértek-e engedélyt. Nem tudom megmondani. Jó, rendben. De akkor kinek, akkor most szeretném. Nem tudom megmondani, hogy kértek-e engedélyt. Most szeretném kérni a polgármesternek, hogy vizsgálják ki, hogy ki engedélyezte, hogy azt a sárgát, meg azt a bugyi rózsaszínt arra a kerítésre. Megértettem. Úgy, hogy Visegrád összes területén elő van írva, hogy pasztel színt kell használni, és ha valaki vigitót tesz föl egy zácskára közben, akkor annak át kell festenie, és nem tudom mivel fenyegeti. Hát, melyik? És a főutca, a pasztára, a szembeni szakasz, az azt megkérdezem meg tőlem, mert 7 év alatt milliószor elmondtam, hogy az, amit a palota csinál, nem érdekel. Egyrészt nem tudom, szóval befolyásolni, másrészt nem az én dolgom most a polgármester helyett elmondani ezeket. Nem tudom összehasonlítani a palotával egyszerűen. Tehát nem játékenek. De jó, hát akkor ez azt jelenti, hogy akkor ott azt csinál, amit ő akar, Visegrád többi fűsz lakosa, azt pedig előírják nektek is. Ezt úgy fölül rátkép az ástára, közel nem most. Nem, ez a főutca szakasza. Uraim, ezt nagyon kérem, hogy megértettük a Zsoltnak a kérdéseit, megértettük, megértettem az kérdését, hogy a játszóházzal kapcsolatosan, hogy kért engedélyt a múzeum, vagy nem, ezt vizsgáljuk meg. Meg fogunk vizsgálni és természetesen. Hogy ott hogy lehetett, és a másik pedig nem csinálhat csak úgy, hogy a ház falnak kell lenni az egyik oldalon. Nem tudok rá válaszolni, de természetesen ezekre a kérdésekre fogok ma válaszolni. Egyébként pedig javítsatok ki, hogyha ezt rosszul tudom, amellett, hogy az Ács Klára közben valóban rikító sárgára festett házzal kapcsolatban volt egy felszólítás, szerintem támogatást is kapott. Tehát pénzt is kapott a ingatlan tulajdonos arra is, hogy... Ő azt akarta, hogy olyan legyen a ház, amilyen. Ő azt megcsinálta a saját pénzből, sajátból, erre az önkormányzat előírta, hogy miért kell csinálni, és hogy jó legyen, mi adjunk hozzá támogatást, hogy fejtsd már át az egész házat. Tehát ez nem így működött, ő neki még plusz pénzbe került a támogatáson kívül, hogy még egyszer át kellett festeni a házát. Igen. Tehát az ne azt mondjuk, hogy mi átművel a indajkőek voltunk, mi írtuk elő, hogy mit csináljon. De mondom, nehéz az élet egy védett település központban. Ilyet lehet. Igen. Mert akkor én is otthon olyanra kerem innentől kezdve a kerítésenek, és éppen ne jöjjön oda senki, mert ugye elküldtem a francba, hogy az nem igaz, mert ha ott lehet, köszönöm akkor szépen. Engem is hagyjanak végén, és én is hadd csináljam az én életemben, az én kis kertemben, az én házamban, az én vagyonomban, azt csinálok, amit én szeretem. Csak a kedves nézőknek szeretném... Például önkormányzatiság meg képviselő. Így van, ezt szerettem volna, hogy ez nem a felelős képviselő egy magatartás, a megnyilvánulása, főleg nem ez bemondva. Van-e valakinek még egyebben, mert most már nagyon késő van, szerintem mindenki nagyon fárad, és holnap is vannak. Parancsolj, Kacsa! Körbe szóltak itt, és lehet, hogy fáradt vagy fáradtak vagyunk.
én is fáradt vagyok itt el, én is már korán keltem és mentem, igen. Mindegy. Én csak annyit akartam mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy Tamás fölállt és elment, itt hagyott, pedig el kell menni. Ez is egy megoldás. Vagy kiabálunk, vagy fölállunk és elmegyünk a másikkal, és ez megint az, hogy lenézek engem. Én a orvoslakásra kértem egy választ, nem kaptam választ, vagy ami válasz volt, az nem kielégítő. Hát akkor írd meg. Tessék? Írd meg, hogy és akkor csak írásban. Jó, akkor írásban az volt, nekem nem kielégítő, le van írva a törvény szerint, az SMS-ú szerint, mi a megoldás, nem osztok. Én nem bántok ebben senkit, nem, én tényeket mondom, és lehet az, hogy felállok, és nem állok vele szó. Ez megint az van, nem érjük a másik. Nem azért el. Van-e valakinek még egy ebben? Ha meg már ilyen testületi ülésünk lett rendkívüli, hogy egyebünk, egyébek napi rendi pont lett, akkor nekem is van egy egyebem. Nagy tisztelettel tájékoztattam a képviselőtestet tagjait, illetve a nézőket, hogy dr. Olá Imre a jegyző urat a holnapi nappal jegyzővé nevezem, kitekintettel arra, hogy egy sikertelen pályázat után megismertett pályázatra beadta a pályázatát, és a beérkező pályázatok közül a törvény által rám ruházott döntési lehetőségnek megfelelően döntöttem, és ezt a kinevezést megtettem, az eljegyzői pályázat kiírásáról pedig intézkedtünk. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, ezt további szép estét kívánok, a viszontlátásra, a képviselőtestület ülését ezennel berekeztem.